Mit jelent a szerdán kihirdetett koronavírus járvány miatti veszélyhelyzet, ezzel foglalkozunk a következő percekben. A rendelkezések között szerepel például beutazási tilalom több országból, de más korlátozásokról is döntött a kormány. Megtiltják például a 100 főnél nagyobb beltéri és az 500 főnél nagyobb kültéri rendezvényeket. Az egyetemeket bezárják, csak távoktatás lesz. Az általános és középiskolákban pedig minden ünnepi rendezvényt, osztálykirándulást, külföldi nyelvtanfolyamot lefújnak. Nézzük a részleteket. Fábián Barna kollégám és vendége következnek. Jó reggelt kívánok! Jó reggelt kívánok! A különleges jogrend részeként az alaptörvény nevesíti a 6 témakör közül a veszélyhelyzetet például, ám annak részletszabályait már a katasztrófavédelemről szóló törvény mutatja meg. Ifjú Lomnici Zoltán alkotmányjogász, a századvég jogi szakértője. Jó reggelt kívánok! Jó reggelt kívánok! A nevében is benne van, hogy veszélyhelyzet, tehát nem veszély van, csak veszélyhelyzet. De hát veszély is lehet nyilván, de a lényege az a megelőzésem van. Valóban szemben azzal, amit próbálnak sugallni, akiknek nem célja az, hogy Magyarországon rend és nyugalom legyen, hogy ez a jogkorlátozásról szól, ez elsősorban a védelemről szól, élet és vagyonvédelemről, ahogy ezt az alaptörvény 53. szakasza nevesíti is. És a sorrend is nagyon fontos, élet és vagyonvédelem. Első az élet. Így van, hát ezt hangsúlyozta a tegnapi napon az operatív törzs tájékoztatóján Dömötör Csaba miniszterhelyettes úr is, hogy első a magyar emberek védelme. Mely esetekben lehet elrendelni ezt? Volt már rá példa bizonyos régiókban árvíz veszély esetén? Minden olyan esetben, amikor az emberek élet és vagyonbiztonsága veszélyben van, és olyan különleges intézkedésekre van szükség, amelynél elsősorban itt a gyorsaság, a hirtelen reagálás szükségessége merül föl. Az, hogy a kormány, mint a végrehajtó hatalom gyorsan tudja azokat az intézkedéseket meghozni, amelyek az említett védelmi körbe sorolható személyek, illetve vagyontárgyak megóvása érdekében szükségesek. Ilyen jogrendi státuszt lehet kihirdetni. A kormányzat ilyen esetben rendelettel akár bizonyos törvényeket is felülírhat. Két garanciális szabály van, hogy az alaptörvény nem függeszthető fel, illetve az Alkotmánybíróság működése nem korlátozható. A jogszabályok után van bizonyos sorrendiség, nyilván a törvény az elsődrangú rendelet követi, ám ebben a helyzetben a veszélyhelyzet elrendelésekor, ameddig azt fennáll, ez nem teljesen működik így. Így van. Vannak olyan megközelítések, van olyan álláspont, van olyan nézőpont, amely szerint ez a diktatúra meleg ágya. Ezt többek között az egyik külföldről finanszírozott civil szervezet hirdeti. Ezzel szemben természetesen fejlett nyugat-európai jogállamokban is jelenleg is különleges jogi állapot kihirdetése történik. Olaszországtól Németországig ennek egy más és más a megnevezése, de a lényeg ugyanaz, kizárólag természetesen az adott témakörben olyan lépéseket foganatosíthat a kormányzat, amelyek szükségesek ahhoz, hogy például ilyen esetben, ahogy a 40/2020-as kormányrendelet fogalmaz, a humán járvány terjedését megakadályozzák. Egyébként maga a kifejezés, ahogy ön is utalt rá, a katasztrófavédelmi törvényben található, és ahogy a felvezetőben Imre Balázs részéről elhangzott, van rá lehetőség, hogy akár beltéri vagy köztéri rendezvényeket időlegesen felfüggesztenek, van arra lehetőség, hogy beutazást megtiltsanak, és van arra lehetőség természetesen, hogy a mozgás vagy a kapcsolattartás szabályozzák, illetve korlátozzák, azzal, hogy a tájékoztatást minden esetben szükséges megadni, de azt látjuk, hogy minden egyes nap, sőt azt kell, hogy mondjam, szinte óránként kapunk olyan információkat, amelyek szükségesek ahhoz, hogy, ahogy szoktak fogalmazni, képbe helyezzék a polgárokat a járvány tekintetében. Tehát a különleges jogrend egyik fajtája a veszélyhelyzet, ám ahogy most jól vettem ki az ön szavaiból, csak akkor lehet elrendelni, ha a veszélyhelyzet fent áll, és csak addig van érvényben, ameddig a veszélyhelyzet fennáll. Egészen pontosan úgy fogalmaz az alaptörvény, hogy 15 napra
hirdeti ki a kormányzat, amely utána meghosszabbítható azzal, hogy folyamatosan felügyelik azt, hogy a körülmények fennállnak-e. Itt az országgyűlést konszenzusra hívta fel a kormányzat, azt kérték a parlamenti pártoktól, hogy ne olcsó politikai célokra használják fel a vírust, és a pánik hangulat keltése helyett működjenek együtt a kormányzattal, amely személyem szerint is úgy gondolom személy szerint, hogy ebből a szempontból egy logikus és a magyar emberek érdekét szolgáló felhívás, és azt is tudhatjuk, hogy valóban mindaddig fennáll, amíg a szakemberek például, ahogy a törvény fogalmaz, az egészségügyi államigazgatási szerv úgy dönt, és úgy határoz, hogy szükséges. Egyébként ezzel párhuzamosan az egészségügyi válsághelyzetnek a fenntartása. Ne feledjük el, hogy ebben a kérdésben az egészségügyi törvény is releváns, és egy utolsó megjegyzés, szemben az árvízzel, jelen esetben, ahol a belügyminiszter volt a felelős, itt a miniszterelnök úr a kormányrendelet által meghatározott azon személy, aki felügyeli a folyamatokat, és ebben őt az operatív törzs segíti. Ha már volt szíves említeni az egészségügyi válsághelyzetet, az egy külön fogalom. Néha keveredik a kettő, mert a veszélyhelyzetet is válsághelyzetnek nevezik, vészhelyzetnek pedig ezeknek ehhez semmi köze. Beszéltünk arról, hogy a törvényt nem írhatja felül főszabályként egy rendelet, ám itt néhányat már volt szíves említeni, valóban megtehet, de vannak olyan emberi jogok, melyeket még ez sem írhat föl, tehát az emberi méltósághoz való jogot például, vagy a kínzás tilalmát. És sorolhatnám. Természetesen az Alkotmánybíróság több döntésében foglalkozott a különleges jogrendekkel, és tételesen kitért azokra a korlátozásokra, amelyek ilyenkor foganatosíthatóak. Szükséges és arányos kell, hogy legyen minden olyan intézkedés, amelyet a kormányzat bevezet. Alkotmányossági tesztet hajthat végre végső soron egy-egy akár kormányhivatali döntésen végső soron az Alkotmánybíróság, hogyha aggályok merülnének föl, de amikor az a cél, hogy az emberek egészségét megóvják, és azt látjuk, hogy Európában, az úgynevezett bevándorló országokban eddig legalábbis sokkal gyorsabban terjedt a vírus, mint mondjuk a V4-ekben, vagy azokban a régiókban, amelyek az illegális migrációt visszaszorították. Ugye jelezném, hogy a miniszterelnök úr is felhívta arra a figyelmet, hogy van a migráció és a koronavírus között, illetve az összefüggés tapasztalható. E tekintetben elmondhatjuk egyébként, hogy ez igazolja a magyar kormány migrációs politikáját, hogy nem terjedt ilyen gyorsan a vírus például Magyarországon sem, mint mondjuk Franciaországban, Németországban vagy Olaszországban, és végsősorban azt is mondhatjuk, hiszen sokszor előkerült, hogy vannak olyan ideológusok, egészen pontosan itt Soros Györgyre gondolhatunk, jelen esetben, mint ideológus apostrofálnám, amelyek vagy akik a nyitott társadalom elméletét hirdetik. Nos, hát ez az időszak az, amely megmutatja, hogy mennyire nem működik egy ilyen válsághelyzetben az, hogyha lebontjuk a határokat. Ifjú Lomnici Zoltán alkotmányjogász, századvégi jogi szakértője. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen.